június 20-án Gentben a belga Jean-Pierre Bovens ellen védi az EBU Európai Uniós bajnoki címét, ifjabb Mizsei György. A könnyű súlyú bajnok legutóbbi címszerzése óta szinte folyamatosan edzésben van, ám mostani felkészülése másabb lesz, mint az eddigiek. Mizsei ezúttal ugyanis édesapjával, a barcelonai olimpiai játékokon bronzérmet szerző, idősebb Mizsei Györggyel dolgozik, aki több évnyi szünet után készíti föl ismét fiát egy mérkőzésre. A címvédő néhány napja le is költözött Kiskunfélegyházára. Napi két edzéssel és kecskeméti edzőpartnerekkel készül a belgiumi feladatra, ahol természetesen győzelmet vár a Mizsei család. Idegenbeli győzelem az nagyon nagy dolog, főleg egy Európa-bajnoki címmeccsen. Önbizalomba gazdagodtam nagyon sokat, és úgy megyek ki a következő meccsre is a belga slágerem, hogy mindenféleképp 100%-osan felkészülve győzni akarok. Hát ez az ötlet úgy jött, hogy ő meg a kis családja eldöntötték, hogy leköltöznek Félegyházára, és ő fölkért engem, hogy továbbiakban foglalkozzak vele. Hát ez természetes, hogy foglalkozok vele, ugye a fiam. És én meg fogok tenni mindent, hogy normálisan, tökéletesen fölkészítsem a versenyre. Amatőrben ugye én voltam az edzője, válogatott igazi, eljutottunk meg azért nemzetközi tornákon is ott volt, magyar bajnok volt. Azért szerintem annyit át tudok neki adni, meg ami én bennem van, amit én tudok, az biztos átadom neki, mert ugyanazt a stílust boxolja, amit én boxoltam. Csak egy kicsit agresszívabbnak kell lenni neki. Egy nagyon hajtó, sokat üt. Erős gyereknek látom, 33 győzelem van, ugye egy veresége. Hát mindenek, hát elemezgessük a videóit, nézegetjük a YouTube-on a meccseket, minden nap megnézegessük ugye őket, nézem azokat a meccseket is, ahol ugye kikapott a spanyoltól, otthon azt a meccset nézem, hogy mit kell igazából ellene boxolni. Hát minden meg fogunk tenni kondíciólag, mindenhogy fel fogok készülni maximálisan. A Gyuszkónak meg kell majd lepni, sokat kell Gyuszkónak előre is boxolni, nem csak hátra, és ellentámadásokat többet kell neki belevinni. A zsivánság meg a csibészség a profiban nagyon kell, ott őszinte bunyóval nem nagyon lehet megélni, és a fogások helyett inkább zsivánkodni kell a ringbe, próbálni ilyen kombinációkat, ellentámadásokat, ha kell, akkor ezt a fogást, ezt ugyanúgy meg lehet csinálni a ringbe, hogy a bíró ne vegye észre. Erőléti edzést csináltunk neki, nagyon jó dolgozik a Gyuri. Annyiban tudom majd segíteni őt, hogy szakmailag és technikailag, és még sok mindent így fejbe el kell neki dönteni, meg szívesen tudom segíteni őt. Gyuszko az, ugye tudjuk, hogy 20 éves, elég fiatal gyerek, nagyon hosszú út áll még előtte, nagyon sokat kell neki még tapasztalatot szerezni, nagyon sokat kell neki még fejlődni, hogy azért egy világbajnoki címig eljusson, de mind bízunk benne, hogy el fog még oda is jutni. Mert nagyon nagy akarat van benne, és nagyon nagy szíve a boxhoz. Úgy érzem, hogy volt a landak mögöttem az olyan mérkőzés, nagy mérkőzés, ugye volt Afrikában is nagy mérkőzés, 12 mentes mérkőzésem, azért voltak Kanadában is nagy meccseim. Úgy érzem, hogy egy-három évben belül kész lennék egy világbajnoki címmeccsre. De ez már úgy is ugye jön magától, hogy készülünk. Szerintem az a 2-3 év kell. Meg ezek a meccsek, amik most vannak közben, főleg ezek az Európa-bajnoki címmeccs is, ezek is nagy dolgok, ezek a meccsek szerintem kellenek egy olyan nagy meccshez, még elérünk.